Néhány hét alatt több mint 3 millió forint gyűlt össze Zente gyógyulásáért. A szombati jótékonysági futásra több mint 1000-en érkeztek. A 4,5 éves kisfiú szülei és 2 éves öccse is a helyszínen volt, Zente azonban személyesen nem vehetett részt az eseményen. A kisfiúnak egy súlyos vírusfertőzés következtében csontvelő átültetése volt szüksége. Az immunrendszere most nagyon gyenge, a teljes gyógyulási pedig hosszú még az út. De a hatalmas összefogásnak köszönhetően egy lépéssel közelebb a cél. A Városház téri LED falon vetítették le Zente üzenetét, ami azokhoz szólt, akik szombat délelőtt futócipőt húztak érte. A 4,5 éves kisfiúnak egy súlyos vírusfertőzés miatt csontvelő átültetésre volt szüksége. Az immunrendszere most nagyon gyenge, ezért nem tudott személyesen részt venni az eseményen. Szülei és 2 éves öccse viszont jelen voltak. Ez teljesen megható, mert nem gondoltam volna, hogy ennyi embernek fontos lehet úgy a Zente. A kollégáktól kezdve ismerősöken, és hát mindenkin, akit így nem is ismerünk, azokon állt egy, de egy nagyon jó érzés. A mezőny 10 óra után rajtolt el a főutcán, és a résztvevők pontosan 2023 métert tettek meg. A jótékonysági futásra több mint 1000-en érkeztek. Többféle felajánlás érkezett, nagyon sokan például cégek tombola felajánlást adtak, mindamellett, hogy ugye pénzbeli felajánlást is küldtek már az alapítvány számára az Zente közleménnyel. Bárki, aki szeretné segíteni Zentét és családját, karácsonyig megteheti. A Superszum alapítvány már 4. alkalommal szervezett ilyen jótékonysági futást, és mivel Zente édesapja a rendőrségnél dolgozik, így az eseményen bajtársai is részt vettek, de a beteg kisfiú családját az önkormányzat is segítette. Én bízom benne, hogy túl az anyagi segítségen, az a szeretet, az összefogás ereje, amiben én nagyon hiszek, segíteni fogja őt abban, hogy meggyógyuljon minél előbb és a családja körében élvezhesse az életet. Az összefogás pedig tényleg nagy volt, a segítséget nyújtók szinte egy emberként mozdultak meg és támogatták a családot. Néhány hét alatt több mint 3 millió forint gyűlt össze.